a Komáromi székhelyű innovatív oktatásért intézet magyarországi partnerével közösen több mint 39 ezer eurós támogatást nyert el az innovatív oktatás határok nélkül projekt megvalósítására. A részletekről Berta Tünde az innovatív oktatásért intézet igazgatója számolt be a sajtóképviselőinek. A magyarországi partner a projekten belül vállalt, hogy feltérképezi azokat az iskolákat, ahol ilyen innovatív módszereket alkalmaznak, leírja a jó példákat, hogyan tudták bevezetni, mi szükséges a megvalósításhoz, milyen módszerekkel dolgoznak és hogyan, tehát ebből készül egy kézikönyv jó példák gyűjteményeként. Mi, mint a szlovák partner, mint a tanmenetet készítünk elő, arra vonatkozólag, hogy hogyan lehet innovatív oktatási módszereket ebbe intenzíven már belefogalmazni. Ugye a készülő új oktatási reform, induló oktatási reformnak egyik pillére az, hogy ezek az innovatív oktatási módszerek bekerüljenek az iskolákba, és ugyanúgy a tanmenetekbe. A módszert kidolgozó szervezetek szerint a projekt elsősorban az alsó tagozatos évfolyamokban valósítható meg. Ugyanis azt gondoljuk, hogy ha az alsó tagozaton elkezdjük a módszert építeni, bevezetni, akkor azt a gyerekek a felső tagozaton már fogják tudni minden bevezetés nélkül önállóan megvalósítani és alkalmazni. Valamint az alsó tagozatunk oktatási felépítése. Nagyobb teret nyújt arra, hogy első próbálkozásra egy-egy projektet be tudjunk vinni az oktatás keretei közé. A projekt gyakorlati részét, alkalmazását és az eddigi tapasztalatok leírását gyakorlati pedagógusok végzik. Jelenleg együtt dolgozunk gyakorló pedagógusokkal, a Jókai Alapiskola három pedagógusával, akik ebben segítenek nekünk, és a, meg, a készülő kézikönyv így egyetemi oktatók és gyakorló pedagógusok együttes együttes produktuma lesz. Olyan formában készülnek a tartalmak, hogy a pedagógusaink Jóka Éva, Tóth Andrea, készítik elő a projekteket, írják, és lehetőség szerint a bele, amennyi belefér a projekt időtartamába keretébe, ezeket ki is próbálják, vagy már részben kipróbálták, ugyanis ők már alkalmazzák magát a módszert. A segédanyagok és kézikönyvek várhatóan április végéig készülnek el. Ez a kézikönyv, vagy a mindkét kézikönyv segédanyag. Széles körben elérhetővé válik bárki számára, bármely iskola számára. Mi szeretnénk ezt az iskolák felé elküldeni, jelezni, hogy vannak ilyen kész anyagaink, és természetesen nyitottak vagyunk bármilyen együttműködésre, ahol szeretnék mondjuk megvalósítani, bevezetni. Egy új oktatási módszer bevezetése hosszabb, másfél-két éves folyamat eredménye, és legalább egy újabb másfél-két éves mentori továbbkövetés szükséges ahhoz, hogy egy ilyen innovatív módszer az oktatási rendszer aktív része legyen.